Kevesebben horgáztak tavaly a vármegyében, mint az azt megelőző évben. A számokból az derül ki, hogy több mint 1000 fővel csökkent az állami horgászjegyet kiváltók száma, legalábbis Szabolcs-Szatmár-Berek területén. Sajnos egy kis csökkenés volt a 2022-es évhez képest. 29.200 főre, 28.000 főre csökkent a megyei horgászlétszám. Igazából ennek a statisztikának nem gondolom, hogy olyan nagy jelentősége lenne, hiszen ez egy pillanatnyi állapotot tükröz. Lehet, hogy ugyanezek a horgászok megvannak, csak mondjuk Hajdú-Bihar megyében, vagy mondjuk Borsod megyében váltották ki az állami horgászéket, ugyanis országosan igazából nincsen számottevő csökkenés a horgászok létszámában. Míg a horgászok száma csökkenő tendenciát mutat, addig a Tiszán és mellékvizein kifogott halak mennyisége a Vármegye területén jelentősen nőtt 2023-ban. Nemrég készült el a végleges statisztika. Itt volt azért némi javulás, tehát egy 81.000 kilogramm körül van az a hal mennyiség, amit a szövetségi vizekből kifogtak a horgászok. A tavaly évben ez csak 74.000 kilogramm volt, úgyhogy itt volt egy kis javulás. Hát ez is szerintem részben annak a függvénye, hogy mikor milyen év van. Tehát mennyire alkalmas a vízállás arra, hogy a horgászok eljussanak a vízpartra és tudjanak horgászni. Bár az is lehet, hogy növekszik a hal mennyisége a vízben, amit a horgászaink ki tudnak fogni, én ennek örülnék igazából. Tavaly közel 60 millió forint értékben telepített halakat az Egyesület. Idén ezt a keretet már biztosan túllépik. Az idei tervünk az 67 millió forint értékű hal, de ez a minimum, tehát ettől csak több lehet. Ezt a számot úgy kell elképzelni, hogyha van valamilyen pályázati lehetőség, vagy anyagi forrásaink lehetővé teszik, akár saját erőből is, akkor e fölé fogunk menni. Tehát én azt gondolom, hogy egy 70 és 80 millió forint körül fog megállni ebben az évben a telepítendő hal mennyiségnek az értéke. És itt elég széles a paletta, tehát csapósügér, fogassüllő, menyhal, kecsege, ponty különböző korosztálya, azok mind telepítésre kerülnek a halgazdálkodási tervünk alapján, ami egyébként úgy van összeállítva, hogy minden évben egy pici növekményt azért kalkulálunk hozzá. Az Egyesület több mint 5000 hektárnyi területen végez telepítéseket a Tiszán és mellékfolyóin, ami több mint 450 folyamkilométert jelent a Szamos, Túr és a Kraszna folyók szakaszaival együtt.